Kedves nézőink, hát összefoglalóan csak annyit tudnék mondani itt a ma este végére, hogy tele vagyunk tehetségekkel, és folytatjuk a sort. Ismételten két tehetség, az egyik már ugye mester, másik újjuk pedig komoly eredményt ért el magyarországos versenyen, igen, és ugye kvalifikáltad magad európai megmérett, az igen, európai megmérettetésre. Sziasztok! Sziasztok! Nagy Marcsi, a Street Dance Tánciskola vezetője, ül itt velünk a stúdióban, valamint Ortutai Alexandra. Igen. Akkor beszéljünk egy kicsit erről a megmérettetésről. Hova jutottatok el? És honnan? Ja, a Street Dance School tánciskolával jelentkeztünk a hajdúböszörményi kvalifikációra, a területi selejtezőre, az MLTS szervezésében. Oldjuk fel a rövidítést, hogy értse mindenki. Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében, ahol aranyérmesek lettünk, és ezzel jutottunk tovább a magyar bajnokságra Budapestre. És onnan pedig? Onnan pedig most az Európa bajnokságra Lévára, ami június 28-ától július 3-áig lesz. Gyorsan átugrottuk ezt az országos sikert, azért egy kicsit bővebben. Megfordítottam a sorrendet. Hány csoport, milyen produkció, kicsit mesélj magáról az országos versenyről. A magyar bajnokságon rengeteg versenyző volt, mi 8 csapattal mérkőztünk meg, és így jutottunk tovább első helyen az Európa bajnokságra. Milyen stílusban? Oké, hogy látvány táncsportról beszélünk. Pop, illetve hip-hop stílusokban versenyeztünk, formációban és felnőtt korosztályban. Kedves Marcsi, akkor most az egész mögé tegyük oda az iskolát magát, hogy értsük, hogy ők egy csoport, vagy ők maga az iskola? Ők egy csoport. Tehát a tánciskolánkban elég sok fiatal lehetség táncol. Igazából 5 éves kortól ilyen 25 éves korig bezárólag, és folyamatosan egyéniben, duóban, trióban, kis csoportban és formációban is versenyzünk. Formációban vannak a lányok is, 17-en vannak a csapatban, és ugye ez egy folyamatos felkészülést igényel, tehát azon kívül, hogy a hajdúböszörményi versenyről kvalifikáltak, folyamatosan különböző minősítő versenyekre, edző versenyekre járnak, és akkor utána juthatnak be a magyar bajnokságra. És a magyar bajnokság az már igazából a legek versenye, tehát nem egy sima országos verseny, hanem ahol az országos ilyen kvalifikációkon mindenki aranyat érte. Igen. Ott onnan jutnak be a legek, és akkor azok küzdenek meg. Tehát igazából ez a 8 csapat, mindegyik fantasztikus volt, és mi úgy gondoltuk, hogy akármilyen eredmény lesz, megtiszteltetés már maga itt szerepelni. Aztán, hogy elsők lettek, hát ez pedig egy fantasztikus élmény volt. Számomra ez azért meglepő, mert én mondjuk 10 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy ideig, óráig, pár esztendeig népszerű lesz a street dance. De úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb. Mi a tapasztalat? Mert látom, hogy vannak elismerések, de mi a tapasztalat? A fiatalok mennyire fogékonyak erre a stílusra? Hát szerintem maga ez a stílus alapból nem válhat soha unalmassá, mert hogy mindig megújul. Tehát, hogy nincs olyan, hogy vannak alapmozdulatok, és akkor azt, hogyha elsajátították, akkor igazából annak a formanyelvnek már csak újabb-újabb koreográfiáit tanulják meg, hanem mindig csak újabb stílusok jönnek be. Tehát, hogy mi kezdtük anno a hip-hoppal, aztán ez most már csak amit akkor én tanultam, ez már csak az old school hip-hopnak nevezhető, és ez annyira megújult, hogy most már, ha hip-hopról beszélünk, azért vannak ők is pop és hip-hop kategóriában, mert hogy már van benne girly, van benne reggaeton, new style, tehát annyiféle táncstílussá nőtte még ki magát a hip-hop, illetve nagyon szeretik most már a koreográfusok beleálmodni a balett elemeket. Tehát azért a filmekben is látni, hogy a hip-hop az nagyon-nagyon fejlődik, és magába emészt más stílusokat is, és akkor abból újabb formanyelvek, újabb mozdulatsorok jönnek létre. Engem megfogott ez a girly. Ez no, mit akar? Alexandra? Hát ezeket a csajos stílusokat. De most a pillanezektetésed túl valamit.
Miben teljesedik ki a színpadon? Tehát a gyerekek nálunk a hip-hopot mi másképp éljük meg. Tehát van a hip-hopnak az a fajta stílus, ami ez a nagyon fiús, tornacipős, laza, viszont ők meg igazán szép, csinos lányok. És nem akartam belőlük fiút. Pont ezért kérdeztem, talán lehet nem jól fejtettem ki, hogy nekem a girlyben van egy ilyen, hogy egyfajta nőiesség, mert a hip-hop igen. szerintem nem igazán nőies mozgásforma. Az old school. Hát az old school változata, igen. de hát a girlyben akkor valami nőies vonal csak kell, hogy legyen. De nem nőiesebb, csajosabb, ahol jobban érezzük magunkat, jobban kiteljesedhetünk, nincs az, hogy kényelmetlenül érezzük magunkat esetleg, vagy... Tehát ezt a legkönnyebb számunkra megtanulni, és ebből kifolyólag egyre... Tehát... Tehát jól érzitek magatokat benne. Görli. Ma is tanultam sokat, igaz? Aztán mi van még? Mi az, ami esetleg látványos, izgalmas, érdekes? Hát igazából ugye a tánciskolánk életében mindig vannak újabb és újabb események, ami most a legközelebbi, az a táncgálánk. Uh-huh. Ez egy ünnepélyes oklevél átadásból áll, amikor az egész évi munkájukat jutalmazzuk a gyerekeknek. Aztán van egy megható része, mert hogy mindig egyre nagyobbak lesznek, és lesz búcsúztatás is, akik kinőnek, tovább tanulnak, és már csak tánciskolánk tiszteletbeli tagjai maradnak. Aztán bemutatjuk szeptembertől júniusig tanult koreográfiáinkat, és a vége egy ilyen finálé. Mikor és hol? Jellegű. Az a Váci Mihály Kulturális Központban lesz, a színház teremben, és 12-én most vasárnap 6 órától várunk szeretettel mindenkit. Táncos hétvége lesz Nyíregyházan, ezt összefoglalni nem lehet mondani. Sok sikert kívánunk nem csak a vasárnapi rendezvényhez, hanem az Európa-bajnokságra is. Köszönjük szépen. Meg aztán majd a folytatáshoz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.